Gabi Máté édesanyjával táncol, addig Máté Gabi lányával, Hanna Rózával játszik esténként. Zenével, jókedvel, finom ételekkel, szerettei körében ünnepelte születésnapját Tóth Gabi. Ritka alkalmak egyike, amikor a közönség egy színpadon együtt énekelve láthatja a Tóth nővéreket, akik a gyerekszobájukban gyakran felcsendülő dalokat adtak elő ez alkalommal, és persze a nosztalgiázásból a történetek sem hiányoztak. És bementünk ezekkel a téveres transzparensekkel, és volt egy csávó, aki támasztotta a pultot, de már akkora luk volt a pultba, szerintem ő támasztotta ki ezeket túl szépen, és kérdezte, hogy ki az a tisztelt Vera. Élek, nem felejtem el. De a testvérek nem csak a jó pillanatokon osztoznak, hanem a nehéz időkben is egymás legfontosabb támaszai. Ahogy Vera fogalmaz, egy ilyen szoros kapcsolatban hatványozódnak az érzelmek, ahogy a harag, úgy a szeretet és a féltés is. Bár érzelmekben telített időszak volt az elmúlt néhány hónap, azokat a tudatos döntések érdekében a mérleg nyelveként Verának sokszor háttérbe kellett szorítania. Hát hogy ne, hát én voltam.